A hideg téli idő beállta előtt számtalan cikket olvashatunk a gépkocsik megfelelő műszaki állapotának felkészítéséről. De mi a helyzet, ha beköszönt a jó idő? Bár tavasszal lényegesen kevesebb dolgot kell elvégezni autónkon, mint télen, de azért akad néhány fontos teendő, amit érdemes szakemberrel átnézetni, és az esetleges hibákat időben megjavítatni a biztonságos közlekedés érdekében. Olvasztásokkor a kicsapodó csósár több helyen lerakódik, tehát mindenképpen érdemes egy alapos mosással kezdeni, különösen az alváz részeket, a szélvédőüvegek, fényszóró berendezéseket ellenőrizni, a esetleges tél folyamán keletkezett repedések talán még megoldhatók, meg kisebb javítási költségszinten cserélhetők, aztán továbbiakban a futómű átvizsgálása mindenképpen javasolt, különösen a gömbfejek, kormányösszekötők, gumiharangok, itt a féltengely, kormánymű, egy esetleges kisebb sérülésnél ugye kiszivárog a kenőanyag, ami továbbiakban nagyobb károkat okozhat. Ez a gépjármű nem olyan rég egy teljes körű műszaki felmérésen esett át. A szakemberek megvizsgálták a futóműbeállításokat, az ablaktőlő lapátok minőségét, hiszen a téli fagyok alkalmával a lapátok gumiélei megrongálódhatnak, ezért érdemes az éleket megvizsgálni, és ha repedezett a szélük, illetve csíkosan törölnek, kicserélni őket. Az abroncsok állapota, ugye nem mindenki rendelkezik téli-nyári abroncsal, de javasolt átcserélni nyárira. Itt akár szemrevételezéssel is a futófelület állapotát, mélységét, esetleges repedéseket, csere alkalmával pedig mindenképpen egy centírozás is javasolt. Továbbiakban egy fék- és lengéssillapító ellenőrzés, ami elengedhetetlen. Előfordulhatnak, hogy a tél folyamán szivárog valamelyik munkahenger vagy a lengéssillapító, és egy nagyban befolyásolja a járműnek az úttartását. De természetesen az első és legfontosabb dolog a téli gumiabroncs lecserélése a nyári változatra, hiszen ha a hőmérséklet tartósan 7 fok fölé emelkedik, a téli gumi előnyös tulajdonságait elveszítve puhább összetétele miatt könnyebben megcsúszhat, kisodródhat az autónk.